Az énekesnő 7 lombik programon vett részt, ami után rákkal diagnosztizálták az orvosok. Cininél petefészek rákot állapítottak meg 20 évvel ezelőtt, 2002-ben kaptam meg a diagnózist, mondta a Borsnak Zalatné Csini, aki második férjének lányát, Nikolettet a sajátjaként neveli. Sokkolt, de tudtam, hogy élni akarok. Előtte rendszeresen jártam nőgyógyászati szűrővizsgálatokra, de így is utolért a baj. A szüleimet rákban vesztettem el, így örökölhettem a hajlamot, de meggyőződésem, hogy a 7 lombik beültetésem is közrejátszott abban, hogy rákos lettem. Nagyon megviselte a szervezetemet, lehet, valamit meg is piszkálhattak ott, amit nem kellett volna. Nagyon szerettem volna saját babát szülni, de szerencsére Niki lányom mindenért kárpótolt. Az elmúlt 17 évben fél évente járok kontrollra, vitaminokat szedek, antioxidánsokat és algákat, hogy minél kevesebb legyen az esélye, hogy visszatér a rettegett kór, mesélte Csimi.